Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. A mai alkalommal az oltári szentségről szeretnék egy pár szót szólni, hiszen nem sokára következik Úr napja, június 6-án, a Szent Háromság utáni vasárnapon, Szent Áramság vasárnapja utáni vasárnapon, amikor is az szent Egyház, ház az oltári szentséget ünnepli és helyezi középpontba. Az oltári szentségben egy csodálatos misztériumot, hittitkot ünneplünk, hogy az Úr Jézus, ahogy megígérte, hogy veletek vagyok minden nap a világ végéig, és ez megvalósul, Egyrészt a, a Szentírás által, hogy ő szól hozzánk szüntelenül az írás szavaink keresztül, halljuk az ő tanítását, és velünk marad a közösség által, hiszen ahol ketten vagy hárman összejöttök az én nevemben, ott vagyok veletek. De különleges módon... Velünk marad az oltári szentségben, és ebben is megvalósul az ő ígérete. Kedves testvérek, az oltári szentségben Krisztus van jelen, az ő teljes emberségével és teljes istenségével, és éppen ezért nagyon nagy ajándék ez számunkra. És ebből a, a misztériumból, ebből a hittitokból nagyon sok erőt, életet, szeretetet tudunk meríteni. Az Anya Szent Egyházban elterjedt az a szokás, hogy nem csak a szentmisében Misében ünnepeljük az oltári szentséget, amikor a pap szavára, a Szent működése által átváltozik a kenyér és a bor Krisztus testévé és vérévé, hanem oly módon is tiszteljük, hogy, hogy imádjuk az oltári szentséget, mivel benne Krisztus van jelen, és amikor az oltári szentséget imádjuk, akkor magát Jézust, az Istent az Isten fiát imádjuk, aki értünk emberélet, és ott értünk a kenyérszín alá rejtőzve, itt maradt közöttünk. Kedves testvérek, az oltári szentség tisztelete és imádása azért is nagyon aktuális, hogy erről most szóljunk, hiszen annak ellenére, hogy az elmúlt esztendőben, hát el lett halasztva az eukarisztikus, a nemzetközi eukarisztikus kongresszus. Úgy tűnik, hogy ebben az évben viszont hát mégis meg lesz tartva, és hát az egész világról összegyűlnek a, a katolikus hívek, hogy, hogy az oltári szentség ránti tiszteletüket, kifejezzék és a hitüket, és együtt ünnepeljük és imádjuk az oltári szentségben jelenlevő Krisztust. Kedves testvérek, erre készülünk most, és az Úr Jézus jelenléte nem csak 2000 évvel ezelőtt, hanem ma is örömmel tölt el bennünket. Adja nekünk az Úr Jézus az ő békéjét, amikor az ő jelenlétében vagyunk, amikor az oltári szentség előtt vagyunk. Különösen is tapasztalhatjuk az Úr Jézusból áradó békességet, szeretetet, amellyel szeret minket, és éppen ezért az oltári szentségnek az imádása. Az, az nekünk is nagy ajándék, hiszen ö, mi ö, töltődünk, mi gyarapodunk az Úr Jézus ismeretében és szeretetében azáltal, hogy imádjuk őt a, az oltári szentségben. Köszönöm, hogy meghallgattak.